Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! November 20-án került megrendezésre az Egy lépés az egészségünkért projektzáró rendezvénye, melynek alkalmából minden konzorcium tag beszámolt a rájuk bízott munka eredményeiről, illetve a projekt sikerességéről. Stábunk a helyszínen Kakas Bélát, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét, Vosnyákovics Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály vezetőjét, Gyarmati Zoltán projektmenedzsert és Gyurisné Pető Zsuzsannát, a projekt szakmai vezetőjét kérdezte. Itt vagyunk az Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programjának projektzáró rendezvényén, és mennyire volt hasznos megyei szinten ez a projekt, illetve ön, mint a Csongrád megye közgyűlés elnöke, hogyan értékelni ezt a pályázatot? Hát kezdhetném ott, hogy 5 hónappal ezelőtt óriási kihívásnak tekintettük. Az volt, tehát, és bátorság kellett ahhoz, hogy ismerve a nagyságrendjét, hiszen egy 800 milliós projektről van szó, ismerve azt, hogy egy megye teljes felületét céloztuk meg, hogy ez a projektrendszer lefedi, óriási feladat volt. Ki kell emelnem, hogy a tervezés folyamán azok a konzorcium partnerek, akik rögtön éltek a kihívás lehetőségével és bejelentkeztek ebbe a projektbe, olyan profi szakmai munkát végeztek, hogy nem volt kérdés, hogy ezzel a körrel ezt a projektet lehet teljesíteni. Elhangzottak itt a beszámolókban, hogy emberfeletti teljesítmény volt, hiszen a maga a szakmai megvalósítók létszáma, meg a célközönség létszáma, az nem egy lépés az egészségünkre, ahogy mondtam, hanem 10 000 lépést tettünk meg. Azért az egy óriási eredmény, hogy azt bátran kimerte jelenteni a projektmenedzserünk, hogy a megye összes településre eljutott, nem minden projekt, de minden településen volt valamelyik projekt. A legfontosabb értéke ennek a megye szempontjából, hogy itt azért 400 000 ember életének a életkörülményeivel, egészség körülményeiről beszélünk. Ez a nagyságrend, ez tiszteletre méltó. Az egészségtudat fogalma, az egészség megőrzés fontossága, a komplex egészség szemlélet, tehát amiben benne van a mentális, a fizikai, a családi, a társadalmi szintű egészség szemlélet, ezek mind olyan értékek, amik jelen pillanatban nem mérhetőek, viszont egy olyan folyamat indul el, amiben a tudatformálás, tehát ha eljut az egyén tudatában ennek a fontossága, akkor óriásit tettünk. Én azzal példáloztam, hogy az én tudatomba nem jutott még el az, hogy hagyjam abba a dohányzást, akkor, és nem hagyom abba, akkor az ugye nem éppen bölcs dolog, viszont ha én most meghallgatok egy ilyen előadást, és eljut a tudatomig azt, hogy mivel játszok, a családom, aki számít rám, 10 évvel kevesebbet fogok élni, hogyha ha tovább. Tehát a tudatosítás ennek a fontossága az egy óriási szempont. Mérhető eredménye is vannak természetesen ennek az óriási programnak, hiszen a szűrések, a preventív jellegű megelőző szűréseknek vannak mérhető eredményei. Maga az a célközönség, aki ebbe megszólítást nyert, az már egy adatbázis. És ugye ez a harmadik eleme ennek a pályázatnak, ami, illetve most még egy picit a második hozadékára, hogy olyan esélyegyenlőséget adtunk a megyében abban, hogy a hátrányos helyzetű települések, a tanyán élő emberek is részt vehettek ebben a programban, tehát amire egyébként nekik lehet, hogy nem jön a lehetőségük. És a harmadik nagy eredmény olyan adatbázis jön létre ezekből az eredményekből és ebből a tapasztalatból, ami szerintem feljogosít minket arra, hogy a jövőben ilyen programokat megvalósítsunk, ha kapunk ilyen kihívást és felhívást és pályázati lehetőséget, és rutinszerűen tudjunk akkor ezekben már részt venni. Itt vagyunk az Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programjának projektzáró rendezvényén. A projekt minden eleme sikeres volt-e? Hogy ítéli meg?
Köszönöm szépen a kérdést. Ilyen rövid megvalósítási időszak alatt magától értetődik ez a kérdés, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, a magától értetődő választ, hogy igen, sikeres volt. Sokszor egymással versenyeztek egyébként a programjaink, mert ez alatt a rövid időszak alatt volt, hogy szinte azonos időben több konzorciumi partner, több hasonló rendezvénye is ugyanarra a településre ment volna. Tehát nem kis logisztikai feladat, megszervezési feladat volt az, hogy ezeket a programokat összehangoljuk települési szinten, konzorciumi szinten egyaránt. De mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy minden programelemet ennyi idő alatt is sikerült megvalósítani, az ok az pedig nagyon egyszerű, a csapatmunka. Arról, hogy mégis hogyan sikerült, ugye említette, hogy csapatmunka által, erről tudna részletesebben mesélni nekünk? Természetesen óriási köszönet és elismerés illeti a konzorciumi partnereknek minden olyan kollégáját, aki a projektben részt vett. Legyen ez projektasszisztens, pénzügyi asszisztens, szakmai megvalósító, nálunk a szakmai csapat, vagy akár közbeszerzési szakértő, vagy jogi asszisztens. Tehát mindenki olyan szintű, olyan minőségű munkát tudott hozzátenni ez a projekthez, aminélkül teljesen elképzelhetetlen lett volna az, hogy 5,5 hónap alatt ezt a projektet meg tudjuk valósítani. És innentől ez a hiába lett volna bármilyen olyan konzorcium vezetői törekvés is, hogy az adott idő alatt végezzünk. Ehhez mindenkinek az önálló belátása és munkája kellett. Itt vagyunk az Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programjának projektzáró rendezvényén. Hogyan értékelni ezt a projektet? Én úgy gondolom, hogy nagyon profin megvalósították a konzorciumi tagok, bár mindenki hangsúlyozta, hogy igen rövid idő állt rendelkezésre, de megfelelő, magas szakmai színvonalon és gyakorlatilag 100%-ban sikerült megvalósítani. Az elhangzott előadások szerint a projektben kitűzött célok is megvalósultak. Amit ki szeretnék emelni, az, hogy több mint 10 000 embert ért el személyesen ez a pályázat, és valóban elmondhatjuk, hogy szinte a vízcsapból is ez folyott, rengeteg kommunikációs felület, kommunikációs anyag született. A legnagyobb értéknek, előnynek azt fognám föl, hogy az egészségfejlesztésnek egy nagyon fontos része az, hogy az embereknek a saját felelősségét kihangsúlyozzuk, hogy mindenki tudja az, hogy ő az, aki tehet valamit, és ő az, akinek tennie kell valamit az egészsége érdekében, és úgy gondolom, hogy ez a pályázat, ez nagyon sokat segített az egészségtudatos magatartásnak a kialakításában. Mi volt ennek a hozatéka a tisztiorvosi főszolgálat szempontjából? Számunkra az a hozadék a jelen pillanatban ennek a programnak, hogy látjuk azt, hogy vannak a Csongrád megyében motivált, együtt cselekvő szervezetek. Itt az együttműködéseknek a kialakulása nagyon-nagyon fontos lehet a jövőre nézve, hiszen mindenkinek valamilyen szinten kialakult a maga szerepe, a maga célcsoportja, és úgy gondolom, hogy amit a pályázatban elkezdtek a konzorciumi tagok, azt kell a továbbiakban is tenniük. És a tisztiorvosi főszolgálatnak milyen programjain vehettek részt a megye lakosai a projekt keretein belül? A pályázat keretein belül mi a falunapokon vettünk részt. Egyébként a munkánk során mi ebből a nagy tortából az általános iskolás, szakközépiskolás, gimnazista gyerekeket céloztuk meg. Nagyon fontosnak tartom a dohányzás prevenciót a körükben, akkor az alapvető higiéniai szokásoknak a megtanítását, rögzítését, illetve mind felnőttek, mind általános iskolások, gimnazisták, szakközépiskolások körében nagyon fontosnak tartom a táplálkozással kapcsolatos ismereteknek az átadását, hiszen ahogy az előadásomban is elmondtam, Magyarországon majdnem 30%-a a magyar lakosságnak elhízott. Ez azt jelenti, hogy nem csak túlsúlyos, hanem minimum 20-30 kiló testsúly fölösleggel rendelkezik. Itt vagyunk az Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programjának projektzáró rendezvényén. Ugye, aminek keretében több ingyenes szűrővizsgálat is rendezésre került. Konkrétabban milyen szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők ezeken az ingyenes szűrőnapokon? Ugye többféle szűrés tevékenység is folyt ebben a ezen programban. Konkrétan egy szűrőbusz járta a megyét, amely
A szűrőbuszban elsősorban szívérendszeri megbetegedések szűrése történt, ami ugye egyik vezető halálok ma Magyarországon. Ebben a szűrőbuszban a szívérendszeri megbetegedések volt a fő irány, de természetesen mindent beletettek ebbe, amit a Vasút Egészségügyi KHT valósított meg. Beletettek minden olyan repertoárt, ami lehetséges volt, akár a szemészeti vizsgálat, ugye azért a szemészeti vizsgálat is például egy szívérendszeri megbetegedésekre tud utalni. Ezen kívül ugye Kistelek térsége egy kegyelt térség, hiszen egészségfejlesztési irodája van, amiben az egész projekt ideje alatt az egészségfejlesztési irodára nagyban támogatást kértünk tőlük és kaptunk is, hiszen az egész program alatt, mint konzorciumi partnerrel dolgozhattunk. Nagyon fontos, hogy ahol egészségfejlesztési iroda van, ott nem kell annyira fókuszálni ezekre a települési szűrésekre, hiszen ott ilyen tevékenység mindig van. Egyrészt rendelkezésre áll magában a rendelőbe, a prevenciós rendelőbe, és ők egyébként meg a kis településekre mennek szűrni. Úgyhogy Kistelek térsége egy nagyon jó helyzetben van. És mekkora volt az érdekeltség ezekre az ingyenes szűrőnapokra? Körülbelül mennyien jelentek meg ezeken a szűréseken? Az érdeklődés mindig nagyon-nagyon nagy ezeken a szűrőnapokon. Persze sok minden múlik a szervezésen, a kommunikáció mindig nagyon-nagyon sok múlik, a média csatornái mindig nagyon tudnak ebben segíteni nekünk, és ez egy nagyon fontos lépés, hogy tudják az emberek, hogy el kell menni. Minden egyes megmozdulásunkon nagyon sokan voltak, az embereket érdekli, még a kistérségében is, ahol tényleg van egészségfejlesztési iroda, tehát azt jelenti, hogy minél többet dolgoznak a dolgozók, és minél többet szűrnek, annál többen tudnak elmenni, és mennek is, érdekli az embereket. Nagyon fontos dolog. Milyen eredmények születtek erről, lehet már tudni valamit pontosabban? Ugye ez a program 10 nap múlva zárul, 30-án, mivel nagyon rövid volt ez a program, ezért még gyakorlatilag 30-án is program valósul meg, és még nagyon sok program elem van hátra, most is több kollégánk dolgozik ezeken a rendezvényeken, ezeken a tevékenységeken, és hát el kell, hogy mondjam, hogy most a mostani állás szerint több mint 10 000 olyan találkozás volt, nem rendezvény, hanem a rendezvényeken találkozás, amit mi le tudtunk dokumentálni, ezen kívül sokkal több egyébként, de amit le tudtunk aláírással, le tudtunk dokumentálni, hogy ezeken a rendezvényen az emberek részt vettek. Több olyan eredmény van, amit ugye meg kell majd említeni, és a végén, amiről lehet beszélni. Az egyik ilyen eredmény, hogy olyan tanulmányok és olyan munkák születnek majd, amik egy hosszabb távú népegészségügyi program megalapozására lesznek alkalmasak. És ön szerint ennek a projektnek köszönhetően van esély arra, hogy növekedhet az átlag életkor itt Csongrád megyén belül? Ugye ez mindig nagyon nagy kérdés. Ugye elsőként mi nagyon örülünk annak, hogyha a lakosság egészségi állapota javul. Ezek sok összefüggős, bonyolult összefüggések, de ha a lakosság egészségi állapota javul, akkor az átlag életkor is ezzel együtt természetesen javul. Várható, de ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Például elmondok önnek egy lehetőség, vagy egy nagyon jó példát erre, ha ma mondjuk a Kistelek térségében én úgy gondolom, hogy olyan 47-50% a hölgyeknek, aki elmegy emlőszűrésre. A halálozási statisztikában változás akkor fog bekövetkezni, ha körülbelül 4-5 évig tartósan és utána is folyamatosan 70%-a elmegy a hölgyeknek szűrésre, akkor 10 év múlva a halálozási statisztikában változás lesz. A megbetegedésben persze természetesen most kiszűrnek valakit, a megbetegedési statisztika emelkedik, de amit mi szeretnénk, hogy a lakosság egészségi állapota javuljon, ha ma most 3-szor ekkora energiával dolgozunk, és folyamatosan 2-3-5 évig dolgozunk, akkor esetleg jó esetben 10 év múlva lesz ebben változás, lényeges változás. Persze a pici változásoknak is kell őrülnünk, de kimutatható nagy változás 10 év múlva. Ezért érdekes ez a dolog, hogyha a politikusok elhatározzák, hogy nagyon komoly népegészségügyi programot csinálnak, akkor ezek a politikusok nem rövid távra terveznek, hanem hosszú távra, mert az ő eredményeit nem fogja javítani a statisztikákba, a halálozási vagy a megbetegedési, sőt
sőt a megbetegedési statisztikák még romlanak első körben, amikor elkezdünk szűrni. Tehát gyors javulás ebben nem várható, de azt el kell mondjam, hogy ugye én folyamatosan figyelem a statisztikákat, de országos szinten Csongrád megye nem áll rosszul. Igen, ki lehet emelni, itt is az előadásban kiemelésre került egy-két téma, de nincsen az a járás, nincs az a megye, ahol nincsen egy olyan valami, ami a vezető. Mindenhol van egy a vezető, azt csak úgy lehet tekinteni, hogy a többihez képest hol tart. Nem tudom konkrétan Kistelek járás statisztikáit. Itt azt hiszem talán a szívérendszeri megbetegedése vagy akut halálozásban láttam egy rossz eredményt, de hát ez megint viszonyítás kérdése, tehát gyors változást nem várhatunk. A gyors változás és a lehetőség az abban van, ha elmennek az emberek szűrésre. Hiszen a korai stádiumban kiszűrt daganatos megbetegedések vagy szívérendszeri megbetegedések az egyénnek nagyon nagy lehetőséget adnak, hogy elkerülje a korai halálozást, az időben kiszült daganatos megbetegedések sokkal könnyebben gyógyíthatók, mint egy rosszabb stádiumba. Menjenek el szűrésre! Széchenyi 2020. Készült a Csongrád megye fejlesztéséért non-profit Kft. Megbízásából. Köszöntöm a televízió nézőket, Huber Krisztián rendőrszázados vagyok, és a következőkben a Kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten történt legfontosabb eseményekről fogok beszámolni. Egy balástyai lakos bejelentése alapján került sor rendőri intézkedése november 22-én a délutáni órákban. A bejelentő tanyája előtt egy személy tartózkodott, aki zavartan viselkedett, térben és időben dezorientált volt. A kiérkező járőrszolgált a mentőszolgált közreműködésével biztonsági intézkedés keretében kórházba szállította. Jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával kárt okozó csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A feljelentés adatai szerint ismeretlen tettes egy budapesti lakos által az egyik pénzintézettől igényelt, de adminisztrációs hiba következtében az egyik balástyai ingatlan címére postai úton kézbesített bankkártyát és a hozzátartozó PIN kódot jogosulatlanul megszerezte, majd jogtalan haszonszerzési céllal annak felhasználásával 2015. február hónapban különböző bankautomatákból több alkalommal készpénzt vett fel. A nyomozás során megállapítást nyert az elkövetéssel gyanúsítható balástyai személyek kiléte. Az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozóügyészségre továbbították. Csekély mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából elkövetett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható kisteleki lakost mintavétel céljából előállították, a rendőrorvos szakorvosi véleményében megállapította, hogy a 35 éves férfi vizeletében kábítószernek minősülő anyag fogyasztásából származó hatóanyag található. A gyanúsított kihallgatása során elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. És végül arról számolnék be, hogy az elmúlt héten a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén közlekedési baleset nem történt. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kistelken február óta működik a Vadorjú Dojo, mely tártkarokkal várja az érdeklődő fiatalokat, akik szeretnének önvédelmet tanulni. Sípos Ádám edzővel készített interjústábunk a részletekről. A kisteleki Vadorjú Dojo már lassan egy évet tudhat maga mögött. Mióta működik pontosan ez a klub, illetve hogyan jött létre? Igen, ez a klub február 19-e óta működik. Akkor tartottam itt az első edzést, aminek hát még az első résztvevői csekélyszáma összesen 2 fő jelentkezett, és hát azóta azért büszkén mondhatom, hogy egy 15 fős klubbá kinőttük magunkat. Milyen lehetőséget nyújt ez a gyerekek számára? A gyerekeknek ez egy lehetőséget nyújt arra, hogy önvédelmet tanuljanak, hogy sportolhassanak, illetve hogy különböző versenyeken kipróbálhassák tudásukat, illetve a rendszeres övvizsgák által mérhető legyen az a jellembeli, hangsúlyozom, és kitartásbeli, illetve technikai színvonal, amit edzésről edzésre emelünk és elérünk. Kiknek ajánlana még ezt a sportágat? Ezt a sportágat tulajdonképpen ajánlom azoknak a gyerekeknek a figyelmébe, akiknek nagyon mozgásigényük, szeretik az egyéni sportágakat, tehát elsősorban nem csak a sportágakban gondolkodnak, hiszen itt minden siker vagy vereség az ő sajátjuk. Tehát nem a másikon múlik, hanem mindenért egyénileg küzdenek meg. És versenyekre szoktak járni a gyerekek? Vagy ez még a jövő kérdése, hogy lesz-e ilyen verseny? Verseny ez természetesen lesz, minden évben van egy országos bajnokságunk, amin tervezzük az indulást. Az első év azért a harcművészetekben az igencsak az alapozásról szól. Tehát a helyes technikai elsajátításról, ugyanis hangsúlyozom, hogy nem sportolókat képzünk, hanem harcművészeti oktatás folyik klubunkban, aminek egy kimondottan fontos föltétele az, hogy aki ezt elvégzi, aki ezt tanulja, az 60-70 éves korában is tudjon még aktívan mozogni. Tehát nem élsportról van szó, ahol 10 pár év alatt az ember kihajtja magát, és bizony-bizony az izületi kopásoktól kezdve a sérüléseken át igen sok minden fenyegeti őket. Ez hangsúlyozom egy életforma, egy életmód, aminek az a célja, hogy akár egész életen át tudják csinálni. Szerintem nem egy túl ismert sportágról van szó itt Magyarországon. A mester az magyar vagy külföldi származású, aki oktatja ezt a sportágat? Nagymesterünk a 9. Danos Sihán Sibomori Kandó mester, aki jelenleg 30 éve tanít Magyarországon, és hát jelenleg 70 éves, tehát több mint 50 évet eltöltött a karate világában. Úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy ez a sportág egy életen át hűzhető. Az ő munkásságának a születésnapját novemberben ünnepeltük egy hát szűk 103 fős keretben. Ez a szám ez csak a Magyarországon edző aktív feketeövesek számát jelenti, ami kimondottan ritka a harcművészeti ágakban, hogy ennyien összegyűjjünk, és hogy ennyi aktív karatéka dolgozzon. Tanítson, edzést tartson, klubot vezessen vagy versenyezzen, ez egy kiemelkedő szám országosan is. Aki jelentkezni szeretne erre a sportágra, az hogy, illetve hol teheti ezt meg? Edzéseink a Kistelekvárosi Sportcsarnokban zajlanak, jelenleg hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön 5 órától este 7-ig. Jelentkezni akár ezekben az edzésidőpontokban is lehet, vagy a 7426-4393-as telefonszámon várom szeretettel a jelentkezőket. Tudjuk meg újra energiával fűteni középéleteinket? Című pályázati eladásra került sor a Művelődési Házban, melynek témája a környezetvédelem és az energiatakarékos középélet fűtés volt. Most következőkben Lázár Mária előadóval készített interjúnkat, illetve a pályázattal kapcsolatos eladást tekinthetik meg. Környezetvédelmi fórumra került sor a mai napon. Tudjuk megújuló energiával fűteni a középületeink címmel. Miről szólt pontosan ez az előadás, ez a mai fórum? Ez a mai fórum egy sorozatnak tulajdonképpen a vége már, és egy pályázatnak a vége, ugyanis egy energetikai alapú felmérés készült el országosan 33 leghátrányosabb kistérségben. A kistérségi polgármestereit keresték fel kollégáim az Építési Minőség Ellenőrző Innovációs Kft-től, amelynek a célja az volt, hogy az egyes kis településeken, 5000 fő alatti településeken felmérjék a középületek műszaki energetikai állapotát, méghozzá azért, hogy a jövőben olyan energetikai pályázatok kerüljenek kiírásra, amelyekben a biomassa felhasználását tudják ezek az önkormányzatok hasznosítani középületeik fűtésére.
Remélhetőleg ez a jövőben, ez a konstrukció meg fog jelenni, és kistérség specifikusan igényeknek megfelelően tudják majd ezeket a konstrukciókat elkészíteni és megjelentetni a pályázatokat, és ezáltal tudják majd korszerűsíteni épületeiket. Miért lenne ez hasznos például Kistelek városának? Kistelek városának talán nem is csak Kistelek városának, hanem a kistérségnek lenne hasznos. Ugye egyrésztről itt beszélni kell arról, hogy a biomasszát, mint alapanyagot honnan tudjuk majd beszerezni. Ez körülbelül egy 50 kilométeres sugarú kör az, ahonnan még megéri beszerezni ezt a biomassza alapanyagot. Nyilván, hogyha munkaerő problémákkal küzd esetleg Kistelek vagy a térség, helyi munkaerőt is be tudnának vonni esetleg ennek a biomasszának a szállításába, feldolgozásába, illetve esetleg egy gazdaságélénkítő hatása is lehet, hiszen magát a feldolgozását is ennek a biomassza alapanyagoknak, ahol itt szántóföldi melléktermékekről beszélünk a kistérségben elsősorban, így a gazdaságot is tudnák pörgetni, és a feldolgozást akár helyben meg tudnák oldani. Úgyhogy tulajdonképpen több, tehát szociális alapú, gazdasági alapú hatása is lehet, amellett, hogy egyébként környezetvédelmi szempontokat és Európai Uniós irányelveket is figyelembe vesznek. Miről is lesz szó ebben a rövid 15 percben? Maga a projekt az Építési Minőség Ellenőrzés Innovációs Kft. Nyert tulajdonképpen támogatást, Európai Uniós támogatást, arra vonatkozóan, hogy a 33 leghátrányosabb kistérséget mérjék fel energetikai szempontok alapján, méghozzá a középületeket energetikai szempontok alapján. Itt mi interjúk és kérdőívek segítségével járták a kollégák ezeket a kistérségeket, a kistérségek polgármestereit, hogy felmérjék a középületek műszaki állapotát, illetve energetikailag hogyan is gazdálkodnak ezekben az épületekben. Ennek a projektnek az eredménye tulajdonképpen, hogy egy integrált kistérségi energiagazdálkodási stratégiák készülnek el, amelyek célként szolgálnak, hogy a jövőben és nem is olyan sokára megnyíljon egy olyan pályázati lehetőség ezekben az igényeken alapulva, ahol figyelembe veszünk majd az egyes kistérségekben és azokban is a középületeknek az állapotát, és ahhoz mérten az önkormányzatok vagy önkormányzati társulásai vagy kistérségi társulások tudjanak majd pályázni fejlesztésekre, energetikai fejlesztésekre. Mi is kell tulajdonképpen ahhoz, és mit is mértek fel a kollégák? Felmérték részben a kistérségek biomassza, vagy biomasszaként hasznosítható alapanyagellátásait. Nyilván ehhez szükséges, hogy a középületeket tudják esetleg ezzel fűteni, milyen a középületek műszaki állapota, milyen munkaerő szükséges esetleg ahhoz, hogy helyben tudják ezt a biomasszát előállítani és utána tovább hasznosítani az épületek fűtésére, elsősorban fűtésére, illetve van-e arra lehetőség, hogy ezeket helyben sikerüljön feldolgozni, ezeket a termékeket, és helyben tudják eljutatni a középületekhez. Hogy egy kicsit kistérség specifikus legyek, illetve a kistérségről beszéljek, ugye 9 középületet sikerült felmérni műszakilag. Ennek a 9 középületnek tulajdonképpen 100%-a 1990 előtt épült, kevesebb mint 50%-a az, amely fel is lett újítva, energetikailag korszerűsítve lett, vagy ezek általában részbeni korszerűsítéseket jelentenek. És az átlag alapterületük úgy hozzávetőlegesen 450 négyzetméter körül vannak. A polgármesterek kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy nyilván, hogyha megfelelő a pályázati konstrukció, megfelelnek a feltételek, akkor természetesen nyitva állnának erre a pályázatra, hiszen alföldi települések révén viszonylag nagy a biomassza előállítási lehetőség, és elsősorban itt a szántóföldi növénytermesztés melléktermékéről beszélünk, illetve gyepről. És ez a térkép és a biomassza térkép, amely elkészült ugye Kistelekre vonatkoztatva, ábrázolja és mutatja be első térbarna a foltokkal nyilván a településeket jelölve, ahonnan ugye biomassza már nem várható.
biomassa alapanyag, viszont a többi területről látszik, hogy elsősorban szántóföldekről, szántóföldi növénytermesztésből lehet esetleg biomasszát előállítani és ezzel tud épületeinket fűteni. Itt is, amit ugye említettem, hogy elsősorban szántóföldi melléktermékekről tudják a legtöbb nyersanyagot kinyerni, és ehhez pedig 16%-a, tehát ennek a biomasszának a begyűjtésére 16%-ára tudnának helyi munkaerőigényt is igénybe venni. És ugye a biomasszának milyen felhasználása van, és milyen alapszabályokat kell, hogy figyelembe vegyünk, amikor a biomasszát használjuk. Nyilván itt Európai Uniós irányelveket figyelembe kell venni, hiszen úgymond kizsákmányolni nem zsákmányolhatjuk ki a területeinket. Persze természetesen ez akár egy polgármesternél felmerülhet az is kérdésként, hogy jó rendben, szántóföldi termékeit, de akkor ez azért nem biztos, hogy mind önkormányzat, sőt, jelentős része nem önkormányzati tulajdonban van ezeknek a területeknek. Úgyhogy ez egy tovább gyűrűző kérdés. Maga a pályázat ugye azt hivatott csak vizsgálni, hogy van-e szükség erre, középületek fűtésére, van-e érdemes-e egyáltalán egy ilyen konstrukciót megnyitni. Úgy tűnik, hogy eddig a kis térségek többségében vevők lettek volna erre a megoldás, és pályáznának akár társulási szinten is. Tehát egyrészt ugye a természetet nem zsákmányoljuk ki, másrésztről pedig azt is ugye meg kell nézni ezt a térséget, hogy honnan érdemes szállítani magát a biomaszát ezekhez a középületekhez. Nyilván az ország másik feléből nem éri meg, nem költséghatékony. Ez körülbelül egy, ahogy ilyen is látható, körülbelül egy 50 kilométeres sugarúkör az, ahonnan még megéri beszállítani, de ez nem csak nyilván a kis térségre, hanem más kis térségekre is jellemző. És alapvetően, hogy mire is érdemes ezt a biomasszát használni, főleg a fűtés az, amelyben talán van értelme és hatékony a biomassza felhasználás, hiszen közel azonos hatékonysággal tud működni a biomassza tüzelése, mint akár más energiában. Villamos energia hasznosítására már ugye nagyobb a kontraszt. És akkor ugye, hogy megéri-e, vagy megtérül-e maga a középületeknek az ilyetén korszerűsítése? Igen, össze kell fogni a településeket, nyilván egy önkormányzatnak ez egy nagyon nagy beruházás, pláne kisebb önkormányzatoknak, kisebb életszámú, és mondjuk talán ebben van egy kis ellentét, ez felismerőhet esetleg önökben, hogy miért csak az 5000 fő alatti településeket vizsgálták, hiszen pontosan azok a települések, azok, akik esetleg az önerők nem tudják biztosítani ez a pályázathoz. Ez kérdésként merül fel már több helyen is. Nem biztos, hogy ez így célszerű, talán nagyobb önkormányzattal, vagy nagyobb településsel érdemes inkább összefogni. Maga a pályázati konstrukcióra még azt nem tudjuk, hogy csak ezek az 5000 fő alatti települések pályázhatnak majd, vagy bevonható esetleg, hogy egy Szeged közel van, vagy tehát ezek még nem dőltek el és nem kristályosodtak. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi lett volna röviden az előadásom. Ezek az, amit említettem is az előadás elején, hogy integrált energiagazdálkodási stratégia készül el a kistérségre, illetve programok, ezeket nagyon szívesen továbbítjuk majd önöknek, hogyha kéri, e-mail címeket, elérhetőségeket a jelenlétéveken fel lehet vezetni, és akkor aki igényli, akkor továbbítjuk önök részére. És akkor a jövőben pedig sikeres pályázás és projekt megvalósítást kívánok, amennyiben sikerül esetleg ebben a témakörben pályázni. Köszönöm szépen a figyelmet! Sikeresen lezajlott a november 21-én megrendezett citarás bál, mely rendezvényen a kistelki gyermek és felnőtt citarazenekar és pávakör adott hangulatos műsort a nézőközönség számára. A most következő felvételünkön Vigné Locskai Krisztinával, a citarazenekar vezetőivel készített interjúnkat, illetve a citarás bál műsorát tekinthetik meg. November 21-én citarás bálra került sor. Sikeresen lezajlott ez az esemény? Úgy érzem, hogy a nagy előkészületek után nagyon sikeresen lezajlott ez a citerásbál. 240 ember volt velünk ezen a szép napon. Én nagyon fontosnak tartom azt az idézetet, amit most szeretnék elmondani, mert nagyon igaznak érzem erre a citerábálra.
aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak majd mellé. És tényleg nagyon sokan ide álltak mellénk, 240 ember társaságában voltunk. És milyen programokkal várták az érdeklődőket? Először is a Kistelenki Citera zenekar és Pávakör tagjai adtak egy műsort, amire nagyon készültünk. A Tisza 83 citera táborában tanult dalokat adtuk elő, aztán pedig mulatos dalok következtek. Ebben részt vettek a felnőtt citera zenekar és Pávakör tagjai, és a gyerekek is. Utána következett a vacsora, és végül tombolahúzás és mulatozás következett. Kik ajánlották fel a tombolához a tárgyakat? Hát mondhatom, hogy egész Kistelek lakossága összefogott, hogy jól sikerüljön ez a citerásbál, és nagyon sokan ajánlottak fel tombolatárgyakat. Például a Szivárvány ajándéküzlet Kucsoráné Erzsi ajándéküzlete, akkor a Házépítőkboltja, C. Univerzál Áruház, a Drogéria, Gyógyászati Segédeszközbolt. Sokan magánemberként is hozzájárultak, a citera zenekar tagjai mindannyian, a gyerekek is. Lócskai József a bort adományozta, torták is voltak, és Weiser Erika ajánlotta fel az egyik gyönyörű tortát, Szabóné Bitó Katalin a másikat, grillás tortánk is volt, Kújberné Kuklis Erika ajánlotta föl, és a fődíj ismét a citera volt, amit Horváth Sanyi bácsi készített. Még szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat és a Kárpátia Kincsesház dolgozóinak. A nagy létszám miatt a közösségi házból az iskola aulájába kellett a helyszínt tennünk, és mindenben partnerek voltak, és a segítségünkre volt mindenki, és köszönjük szépen mindenkinek. Szeretném megköszönni a lelkes szülőknek, Székesiné Tündinek, Kúgyisné Évának, Kújber Erikának, Igácsné Erikának, akik mindig a segítségünkre vannak, ők vasalták a ruháinkat. Zudorné Hágyöngyinek, a gazdasági vezetőnk, aki mindenben segít. Bozó Peti is, Szalainé Marika, akitől kaptuk a basszuscitteránkat. Köszönjük Varga Laciéknak a zenét, akik szolgáltatták. Nagyszerű volt az az este. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött, és ez az estén a figyelmükkel megtisztelt minket. Rendezvény belépőinek árából összegyűjtött pénzt azt mire szeretnék fordítani? Hát ez már hagyománnyá vált, hogy a következő évi útjaink finanszírozása fog ebből megtörténni. Különböző citerás találkozókra vagyunk hivatalosak, Földeág, Csengele, Baks, Ópuszteszer, Makó, ezeket az utakat finanszírozzuk belőle, és szeretnénk húrokat is venni, azok nagyon fogynak a gyakorlatok során, és ez az, ami a legtöbb pénzt elemészti nálunk, és szeretnénk új citerákat venni néhányat, mert éppen, hogy össze tudjuk szedni ilyenkorra minden honnan, és már van, ami 1975-ben készült. Tehát nagyon régi citeráink vannak. Szeretnénk erre gyűjteni a következő évben. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, hogy milyen sokan odaállnak majd mellé. Az idézet igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ma mindannyian eljöttek ide, itt vannak, velünk vannak. Citere zenekarunk több évtizedes múltra tekint vissza. Nagyon hatalmas összefogásra volt szükség ahhoz, hogy összetartsuk ezt a csapatot. Az évek során egyre többen lettünk, egy igazi baráti közösség alakult ki, ahol mindig szeretettel fordulunk egymás felé. Ezúttal szeretném megköszönni, hogy most ide eljöttek,
és figyelmükkel megtiszteltek bennünket. Nagyon fontosnak tartom nem csak a Citera zenekarunk tagjainak támogatását, hanem a gyerekek szüleinek a támogatását. Nagyon sokat segítenek nekünk, hogy legyen szép ruhánk, legyen terítőnk vasalva. Mindezt köszönhetjük Igácsné Kunerikának, Kújber Erikának és Székesi Bogi anyukájának, és mindenkinek, aki még valamelyest segítkezett benne. Szintén hálával tartozunk a felajánlásokért. A finom bor az asztalunkon Locskai József pincéjéből való. Sokan ajánlottak föl nekünk tombola tárgyakat is. Szivárvány ajándék üzlet Kucsoráné Erzsi üzlete, a C. Univerzál áruház, a házépítők boltja, a drogéria, a gyógyászati segédeszköz volt és a Vertigo web. Zulorné Helgyőnyének és Bozó Petinek is nagyon köszönöm a segítséget, és minden gyermeknek és felnőttnek, Kovácsné Kacúr Andreának, hogy segít nekünk zongorával kísérni a citerás műsorunkat. Köszönet a finom ételért Pataki Tündének és Nagy Mihály Arunak a sósüteményért, és Pataki Tündének a finom vacsoráért. Köszönjük szépen, hallgassanak minket sok szeretettel! Rendszeresen részt veszünk részvenei találkozókon a megyében. Helyi rendezvényeken is hallhatnak, láthatnak bennünket. Szívesen eleget teszünk minden meghívásnak, Eger Gyöngyös Havasától Lengyelországig. Gyermekzenekarunk 2013-ban alakult, valamennyien a Pisteleki Általános Iskola tanulói. Nagyon sokat tanultak a nyári citerás táborban, hangszerelést és új dalokat. Ebből próbálnak ízelítőt adni. Jelenleg 20 citerás és 10 pávakörös igyekszik a jó hangulathoz hozzájárulni. Hallgassák őket szeretettel!
kérni kedves vendégeinket, hogy mulatos dalok következnek, énekeljenek velünk együtt. Köszönjük szépen! Yeah.
vásárolni tőlük, utána következik a vacsora és a mulatság. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Most következő mesefelolvasásunkban Jábor fából Furuljácska című magyar népmesét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Jábor fából Furuljácska. Volt a világon egy király, meg annak három lánya. Kiküldte egyszer őket az erdőbe földiepret szedni. Megmondta nekik, hogy aki a leghamarabb teleszedi a kosarát, annak vesz legszebb ruhát. A legkisebb lány volt amúgy a legszorgalmasabb, s hamar telé is szedte a kosarát. A két öregebb alig szedett valamit, mással töltötték az időt. Amikor észrevették, hogy a huguk nyerte meg a versenyt, elfogta őket a rossz írítség. Azt mondja a legöregebbik halkan a középsőnek. Mit szólsz majd apánk, ha meglátja, hogy mi ilyen keveset szedtünk? A hugunk meg teleszedte az egész kosarat. Majd megkérdi, hogy mit csináltunk, mit felelünk, hogy kinek apjunk, üssük agyon inkább a hugunkat. Otthon pedig azt mondjuk, hogy elveszett az erdőbe. Kerestük sokáig, ezért nem tudtuk teleszedni a kosarunkat. Ezért jöttünk csak ilyen későn haza. A középső lány nem akart ebbe beleegyezni, de a legöregebb végül mégiscsak agyonütötte a kis hugát. Aztán még el is ásta. Otthon pedig az apjukonak azt hazudták, hogy a kis huguk elveszett az erdőbe. Keresték mindenfelé, és nem találták. Ezért nem szedték az epret. Ezért esteledett rájuk. Alig tudtak hazajönni. A király igen nagyon sajnálta a királylányt, s bánatosan siratta, mert ő volt a legkedvesebb leánya. A szegény legkisebbi királylányból pedig ott künn az erdőben egy jávorfácska nőtt. Tavasszal juhász legeltetett azon a tájon, s amint egyszer a jávorfácska felé ment, gondolt egyet. Levágott róla egy ágat, és furuját csinált belőle. Mindjárt meg is próbálta, és belefújt. De a furuja mindig csak azt szólta. Fújjad, fújjad, juhász legény, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Arra még egyszer a király is hallgatta, hogy mit mond ez a furuja. Mindig a királylányra gondolt, most is az jutott az eszébe, milyen rejtelmesen tűnt el az ő kislánya az erdőbe. Megkérdezte a juhászt, hol vette a furuját. Mindjárt felelte is. Itt vágtam az erdőbe. Gondolt egyet a király, add csak ide azt a furuját. A juhász odaadta a furuját, a király a szájához vette, belefújt, és a furuja most is azt szólta. Fújjad, fújjad, király, apám, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Megvette a király azon nyomban a juhász legénytől a furuját, hazavitte, odadta a feleségének, hogy fújja meg az is. Mikor a királyné fújta, azt mondta a furuja. Fújjad, fújjad, király, anyám, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Hallgatták mind a ketten, s mit mond ez a furuja? A királyné már régóta abban a hitben volt, hogy többet tudnak a lányai a kis huguk elvesztéséről, mint amennyit elmondtak. Behívatta hát őket, s ahogy beléptek, a királyné odadta a kisebbik lányának, hogy fújja most az a furuját. A furuja ajonnyomban elkezdte. Fújjad, fújjad, rossz nénécském, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Most fújjad te, mutatott rá az öregebb királylányra. Te bizony az már nem akarta, de nem térhetett ki a kérés elől. Kezénnyel nyomták a furuját, meg kellett fújni, és ahogy megfújta a furuja, már is elkezdte. Fújjad, fújjad, én gyilkosom, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. A gonosz testvér kiejtette kezéből a furuját, aztán térdre csuklott, és úgy szánta bánta bűnét, rimánkodott kegyelemért. De a király rögtön megparancsolta,
hogy takarodjon a házából, a városából, de még az egész országából is, azzal, hogyha visszatér, fejét veszik, és az erdőben nőtt jávorfácskát pedig nagy gonddal kiásták, és a király ablaka alá ültették. Itt a vége, fuss el véle. A Szociális Munkanapja alkalmából tartott rendezvényt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád megyei kirendeltsége és a Napsugár otthon, melynek során ünnepi beszédek hangoztak el, munkaértekezletek zajlottak és szórakoztató műsorokat láthattak a meghívottak. A most következőkben az ezen eseményen készített felvételünk harmadik, egyben befejező részét tekinthetik meg. Most pedig hallhatnánk a zene és a tánc jegyében, de egy kicsit más hangulatú vizekre elveszünk. És szeretném most bemutatni nektek a délután és az est kezdés, a délután zárásaképpen Szegedről Áldász Mariant, aki hívjai táncokat fog nekünk előadni. Fogadjátok őt nagyon-nagyon sok szeretettel, és köszönjük szépen Mariannak! Tehát három évvel ezelőtt a Kiszeleki Idősek Otthonában volt szerencsém az időslakóknak egy kis táncelőadással kedveskedni, és nagyon jól esett, és most nagyon szépen köszönöm Kucsiné Ámikának, hogy még egyszer felkérte egy újabb alkalomra, és hogy önöket köszöntetem ezzel a tánccal. Télindiai klasszikus táncokat fognak látni, melynek neve Bharatanátyam. Ez a 18. században került a színpadra, azt megelőzően indiai templomokban táncolták templomi táncosnők, a dévadászik, és a 19. században nyerte vissza újra rangját ez a gyönyörű tánc, és sikerült a színpadokra, és világszerte ismert, és világ sok nemzete által táncolt klasszikus műfajjá vált. A tánc a zene, költészet és a vallás az Istenek, tehát rengeteg átnak és rengeteg irányzatnak az egységét hivatott színpadra hozni. És még annyit szeretnék elmondani róla, hogy ez egy szakrális tánc, két részből áll, a tiszta táncból, amikor ritmus képleteket követő lábmunka, kézmunka, illetve szemmozgás és arcmozgás a jellemző, és van egy másik aspektus ennek a táncnak, melyet úgy hívunk, hogy Abhinaya, azaz egy történet elmesélő. Egy történet elmesélésére szóló kifejező tánc, amikor is hindu istenek, hindu vallási történeteket adunk elő, egyszerűen csak a testmozgása és a kézjelekkel. A tánc zenéje a dél-indiai karnatikus zene, melyben a karnatikus hegedű, a vína, a mridangam nevű dob, illetve az énekes hangja hallható, és gyakran figyelhetnek meg a zenében bizonyos furcsa szótagmondásokat, melyeket sorokattunak nevezünk, ez a táncos segíti, hogy a ritmusokat ki tudja lépni. És az első darab, amit táncolni fogok, ennek neve Puspa Anjali. Puspa Anjali virággal teli kezeket jelent, és egy Bharatanátyam táncelőadás menete mindig kötött. Egyébként ez másfél órás előadás szokott lenni, én most önöknek két darabot fogok eltáncolni, egy hagyományos kezdődarabot, tehát a Puspa Anjalit,
és egy táncos mindig az előadása során egy utat kell, hogy bejáruljon. Úgy, mint az életben is egy utat járunk végig, ezt talán onnan tudják a legjobban. Egy szokásos útnak a kezdése egy virág áldozattal kezdődik, tehát az első darab Puspa Anjali, virággal teli kezek. A második darab, amit táncolni fogok, egy hagyományos táncelőadás záró darabja, egy igazi örömtánc, melynek neve Pillána, és ennek sajátossága, hogy szoborszerű pulzok, illetve gyors távmunka, gyors ritmus jellemzi. Köszönöm szépen előre is a figyelmüket! Irányoknak, mint magának a tánc felépítésének, úgyhogy
ez egy kötött stílusú tánc, úgyhogy ezért elnézést kérek az elrendezést, csak így tudtuk megoldani, hogy mindenki láthassa. Thank you.
Ajánlani utólag is Kilárdéné Marikának.
legyen szíves, hogy jön ki ő is. Itt ők a legfiatalabb csapat közöttünk, el ne feledkezzünk róla, Marika 40 éve köt alkalmazott jogviszonya van, és köszönjük szépen, gyerek, gratulálom neked, sokat szeretettel is köszönjük, megyek. Akiket először fogadtam, vagy fogadtunk a mai napon Marikával együtt, valamilyen Marikával együtt, már arra invitáltunk benneteket, hogy nézzétek meg a fotósarkot. Szalai Csabi Murahamon a bőgetikek felkérésére fotót, először is a lakóknak, illetve a hozzátartozóknak szánt ajándékén. Ezeket a fotókat készítette el, amiket ott láttok a kiállítási tárgyként, a kiállításként is, illetve kollégákat is fotózott, ahol most ezt keveset láttok. Egy páran már ott is voltak a fotósorokban, de ha még úgy gondolja valaki, hogy szívesen szeretné a csapattal egyedül baráttal, barátnővel lefényképeztetni magát, akkor fölkérdezik a választ. És egyúttal köszönöm szépen neki, hogy itt van közöttünk, és segíti a munkánkat ebben. Csabi, légy szíves, gyerekek! Bezárni a ma esti programunkat. November 23-án a Kistelki Nyugdíjas Klub Mindenki Névnapja című rendezvényt tartott a Kistelki Művelődési Központban, melynek alkalmából a 71. életévét betöltő Horváth János Nécukát, a klub vezetőit is megajándékozták. Az ajándékozást és a köszöntéseket hangulatos műsorok követték. A most következőkben az ezen az eseményen készült felvételünk első részét tekinthetik meg. Jó napot kívánok mindenkinek! Nécukát arra szerettem volna megkérni, hogy mielőtt kezdenek hivatalosan, hadd kérjen 2 percet. A jó polgármester az mindenkiről tudja, hogy mi van nálunk a nagypáncél szekrényben lévő nagykönyvbe beírva. Ki mikor házasodott, mint ki mikor nősült, és az is benne van, hogy ki mikor született. Én ebben a nagykönyvben azt láttam, hogy a mi Nécukánk az tulajdonképpen november 23-án született. És ma meg november 23-a. És azt is láttam, hogy ez egy viszonylag kerek szám. Ugye vagyok annyira úriember, hogy erről nem árulkodok, de mégis azt is láttam, hogy ez egy nagyon kerek szám, és arra szerettem volna kérni önöket, hogy hadd adjak át már neki itt egy szép virágot, arra kérem a Jóisten, hogy vigyázzon rá sokáig, és még azt is kérem, hogy nagyon sokáig nagyon jó egészségben, békességben, szeretetben legyen itt köztünk és családja között, vagy ahogy nagyapám mondta, öregedj meg egészségben. És ha már itt vagyok, Erzsébetek, Katalinok. Erzsébetek még egész jó vizsgáztak, rendben volt az idő. Katalinok már kezdenek alakulni, úgy látom. De Isten nyertese mindannyiukat, akiknek valamiféle ünnepségük van. Úgyhogy Erzsébetek, Katalinok és azoknak még egyéb hétnapja vagy születésnapja van, hasonlóképpen jó kívánságot szeretnék mondani. Viszontlátásra! Megértem, és ő volt meg is.
A Városi Nyugdíjasok Tisztelet 2015-11-23 mindenki napja. A Nemzeti Együttműködési Alap és Kisteleg Város Önkormányzata támogatásával. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Mindenki Névnapja alkalmából. Klubunkban már hagyomány megünnepelni ezt a napot, mivel sokan vagyunk, külön-külön minden névnapot ilyen bensőségesen lehetetlen megünnepelni. A név funkciója, a személyek megkülönböztetése, azonosítása, ezért mindenkinek joga van a névviseléséhez. A névnapok megünneplése nálunk mindennapos dolognak számít, míg számos európai, főként nyugat-európai országban ez egyáltalán nem szokás. Nem találunk ilyen ünnepet a miénktől eltérő kultúrájú népet, kontinensek életében sem. Névnapok a katolikus egyház szentjeinek és mártírjainak emléknapjaiból alakultak ki. A régebbi korokban az újszülöttek leggyakrabban a szentek nevét kapták, és maga az egyház is bátorította a névnapok megünneplését, míg a születésnapról való megemlékezés pogány szokásnak tartotta. Túlnyomó részt a katolikus országokban máig fontos ünnep a névnap, bár nem teljes, de már teljesen elveszítette egykori vallási jelentőségét. Ezen a napon mindnyájunknak boldog névnapot kívánok ezzel a kis Goethe idézettel. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, egyetlen titka adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. Most pedig szeretném megköszönni Tisocki Istvánnak, Istvánénak, hogy minden egyes rendezvényünkre finomabbnál finomabb süteményeket sütött a meghívott vendégeinknek. Köszönjük szépen a napot! Köszönjük szépen Sisák Istvánné Erzsikének, hogy minden rendezvényünkre sok-sok szép virágot hozott asztalainkra, mindnyájunk örömére. Köszönjük szépen! Most is itt van már télen, és mindenkinek örömez, hogy az asztalunkon virág van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgassuk meg a nyugdíjasok énekkarát. Oh, yeah.
nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük vezetőnket, Icu-tuk. Icu, légy szíves, gyere ide hozzánk. Kívánunk neked erőt, egészséget, hogy ilyen nagyon szépen tud vezetni a klubot, és annyi jóságot tudtál nekünk adni, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk erőben, egészségben. Köszönöm. Nyugatról várt régóta valakit.
nem vad bajszú, lármás, mokány nagyúr. Törékeny, halk fiú legyen, asszonyos, kósza, könnyes trubadúr. Régóta várt, s megbénult szíve, zúgott a vár, prüszkölő kun lovak, hátán érkeztek hegyke magyarok. Ő nem jött, egy csöndes álomlovak, ő nem járt a Duna táján sose. Egy halk dalú, s halk csókó legény, s Jézusnak áldozák Margitot, ki ott halt meg a Nyulak szigetén. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, Erzsik, ezt a szép verset, és most pedig Sándor Péter mélyének a következik. Feleségem jön utána, fiam.
következő adásunkat december 1-én, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvény felvételeinkkel jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntek adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!